Kedves nyolcadikosok, tisztelt szülők! A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium közösségei nevében köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Huszárné Kádári Bolya intézményvezető vagyok, és mostani tisztem az, hogy bemutassam, amennyire ilyen formában lehet, iskolánkat, a zrínyis élet törekvéseit, mindennapjait. Évről évre nagy lelkesedéssel és izgalommal várjuk a pályaválasztási fórumot. Izgalommal, hiszen tele vagyunk célokkal és tervekkel, melyek megvalósításában az újabb zrínyis generációra is számítunk. És természetes az izgalom is. Hányan jönnek, milyen iskolákból, vannak-e itt kistestvérek, és olyan megismerjük-e aggódó szülői szerepében az egykori tanítványokat. Most, 2020. szeptemberében marad az izgalom, marad a kíváncsiság, de sajnos nem jöhet létre a személyes találkozó. El kell fogadnunk a biztonság mindenek felett való értékét. Rendkívüli óvintézkedésekkel, de mégiscsak elkezdhettük 103. tanévünket. A Zrínyi nagymúltú iskola, mely természetesen épít az elődökre, de tudjuk jól, hogy a múltunkból nem élhetünk. Minden törekvésünkben hagyomány és modernitás összhangját keressük. Dicsőségfalunk felvillantásával azt szeretném illusztrálni, hogy sokszínű munka folyik a Zrínyiben. Jó alapokat adunk ahhoz, hogy tudós, művész, sportoló, közéleti szereplő induljon el gimnáziumunkból. Dicsőségfalunkra természetesen nem férnek rá azok az öreg diákok, akik tanárként, mérnökként, orvosként vagy más értelmiségi pályákon dolgozva öregbítik iskolánk hírnevét. Egy intézmény számára sokféle visszajelzés lehet, de talán legfontosabb az, hogy hogyan látnak diákjaink. Nagyon jó volt hallani Márka Szabolcs professzor tanító beszédében, hogy pályáján meghatározó volt a Zrínyi. A pályaválasztás időszakában valamennyi középiskola megpróbálja meghatározni önmagát. Én mint egy hangulati felvezetésképpen négy karakterjeggyel szeretném jellemezni a Zrínyit. Lehet, hogy ezek között vannak olyanok is, amelyek alapvetően érzelmi indítatásúak. De jól tudjuk, hogy döntéseinket nem csak a ráció határozhatja meg. Az első ilyen karaktervonás, hogy több generációs iskola vagyunk. Mit is jelent ez? Sok nálunk a kistestvér, és a tantestület jó része is valaha a Zrínyi növendéke volt. Van olyan ballagás, amikor harmadik, negyedik generáció zrínyi családoktól köszönhetek el. Számtalan olyan rendezvényünk van, ahova egykori öreg diákokat, zrínyi szülőket várunk vissza, hisz ezek nagyon-nagyon jó találkozások, amelyek az anekdoták felelevenítése mellett a példaképek képzésére is alkalmasak. Vallom, hogy ennek a sokszínű hálózatosodásnak köszönhető, hogy nehéz helyzetekben, például a világjárvány idején is, meg tudunk maradni közösségnek, és működni tudunk. Elkészült a költészetnapi ünnepség, volt virtuális ballagásunk is. Számunkra mégis az jelentette a legtöbbet, hogy az érettségi napján a szomszédház ablakában megjelent a hajrázik felirat. Második karakterjegyünként szeretném azt kiemelni, hogy dicséretekkel motiválunk. Valljuk azt, hogy a jó szónak mindig óriási ereje van. Évente többször kerül sor arra, hogy elismerjük ezeket a teljesítményeket, a legjobb végzős pedig elnyerheti a Zrínyi Ilona emlékérmet is. A finnországi testvériskolánkban tett látogatás során született az a felismerés, hogy az iskolai jó közérzet egyik fontos eleme a praktikus és szép, vidám tárgyi környezet. Nem közhelynek gondoljuk, hogy a kollégiumi szoba második otthon kell, hogy legyen.
A gimnázium nem csak a tanulás helyszíne, hanem találkozási pont is, ahol lehet beszélgetni, órák között ismételni, vagy egyszerűen csak ücsörögni. Gyermekeink nagyon szeretik ezeket a kényelmes kuckókat. Jó idő esetén az iskola kertben is lehet közösségi programokat szervezni, vagy egyszerűen csak elvonulni. A tanterv és az érettségi követelmény természetesen bennünket is köt. De speciális órákon, szakkörök vagy témahetek keretében az úgynevezett 21. századi kompetenciákat is igyekszünk fejleszteni. Pénzügyi edukáció, vállalkozói ismeretek. Visszatérő, egész iskolát megmozgató nagy rendezvényünk a pályaorientációs projektnap. Az öreg diákokat, a gazdasági élet, az üzleti szféra különféle területeiről hívjuk vissza, és ez a gyakorlati tanácsadás mellett az lényis identitás erősítését is szolgálja. A pénziránytő iskola hálózat bázisiskolája címét az elsők között nyertük el. Ennek megfelelően minden évben részt veszünk a Nemzetközi Pénzhét eseményein. A gyakorlatias tudás átadásához szükséges pedagógiai ismereteket, illetve tárgyi eszközöket többnyire pályázati forrásokból szerezzük meg. A ráhangolás után következzenek most a számok. A Zrínyiben 18 osztályban jelenleg 635 tanulót oktatunk, nevelünk. Nagyon magasak az osztálylétszámok, a 9. évfolyamok 40 fővel indultak el. Kollégistáink száma ideális esetben 321 fő, most a járványhelyzet miatt csak 95%-os a kollégiumok feltöltöttsége. Tanári státuszaink száma ideálisnak és kiegyensúlyozottnak mondható, 69 pedagógus tanítja gyermekeinket. Iskola átlagunk 2020. júniusában 4,5 volt. Ez a grafikon azt gondolom, hogy teljes mértékben mutatja azt a folyamatot, amelyet az előző dianyomán vázoltam, vagyis évről évre kivontunk egy-egy osztályt a rendszerből, ez egyértelműen a minőség változásával járt, és természetes az, hogy az infrastruktúránk is sokkal optimálisabb lett. Nevelőtestületünk az iskolátlagot megalapozottnak és reálisnak tartja. Az érettségi statisztika szintre pontról pontra hozza az évvégi eredményeket. Ugyanakkor ezt a diát azért szeretném, hogyha közösen megnéznénk, mert azt illusztrálja, hogy a jelesek száma örvendetesen megnövekedett, azaz a struktúraváltás motiváltabb és céltudatosabb gyerekeket hozott a Zrínyibe. A Zrínyi egyik legszebb tradíciója a nyelvoktatás hatékonysága. Iskolánkban már a 60-70-es években elindultak a nyelvtagozatok, később az alapítványi osztállyal, illetve a nyelvi előkészítővel is élen jártunk. Az évtizedes tapasztalatok természetesen megjelennek a mai eredményeinkben is. Mi nagyon komolyan vettük azt a kormányzati elvárást, hogy az egyetemekre 2020. szeptemberében már csak nyelvvizsga birtokában lehet bekerülni. Ez a grafikon nem mutatja talán azt az eredményünket, amire a legbüszkébbek vagyunk. A 160 végzősünk az Zrínyi padjait 220 nyelvvizsgával hagyhatta el. Mint minden gimnáziumnak, nekünk is alapvető törekvésünk, hogy a diákjaink rangos főiskolákra, egyetemekre kerüljenek be, természetesen érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően. Ez a táblázat a 2020-as eredményeinket mutatja. Minden végzősünkre természetesen nagyon-nagyon büszkék vagyunk, de talán kiemelném Siető Andrea tanárnő osztályát, a volt 12. déseket.
valamennyiüket felvették egyetemekre, nyelvvizsga eredményük pedig egészen elképesztő. A következőkben röviden személyi és tárgyi feltételeinkről szeretnék beszélni. Tanári karunk nem csak hogy megfelelő képzettséggel és végzettséggel bír, jó részt már minősített pedagógusokról van szó, akik olyan speciális területekkel is rendelkeznek, mint tanulásmódszertan vagy önismeret. Gimnáziumunkban és kollégiumunkban félállású iskolapszichológus is dolgozik. Ettől az évtől kezdve pedig a BTMNS tanulók munkáját fejlesztő pedagógus is fogja koordinálni. Tárgyi feltételeink természetesen nem csak az otthonosság kívánalmának, hanem a tanítás objektív elvárásainak is megfelelnek. Természettudományos tantárgyainkat, illetve az informatikát szaktantermekben tanítjuk, de bőven van lehetőség a sportolásra és a művészeti alkotásra is. Pincénk felújítása során egy igazi alkotózug jött létre. Sikerült kialakítanunk egy rajztermet és egy művészeti műhelyt. Kézműves műhelyünkben kipróbálhatjátok a fazekas korong használatát, illetve tűzzománc kemencében készülnek azok a szépségek, amelyeket az Rény is galériában lehet majd megcsodálni. Jól felszerelt és kényelmes könyvtárainkban felkészült pedagógusok segítik a kutató munkátokat. A mindennapos testnevelés feltételei nálunk tényleg optimálisak. Gimnáziumunkban van egy nagyobb, illetve egy kisebb tornaterem, illetve a báli bevételünkből létrehoztunk egy jól felszerelt kondicionáló termet. Nagyon büszkék vagyunk a Tiszavasvári úti csarnokunkra is. Személyi és tárgyi feltételeink lehetővé teszik, hogy pedagógiai küldetésünket megvalósítsuk. Legfontosabb törekvéseink a tehetséggondozás, az esélyegyenlőség biztosítása, a kommunikatív nyelvtudás, a test és a lelki egészség, és végül, de nem utolsó sorban, a partnerség és a nyitottság iskolája szeretnénk lenni. Tehetséggondozó vagy tehetségsegítő munkánk módszertanilag átgondolt és jól felépített. Ennek eredményeként már harmadszorra nyerhettük el a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által adományozott akkreditált kiváló tehetségpont címet. Megragadunk minden lehetőséget, hogy tanulóink, gyermekeink sokszínű tehetségét minél többféle módon és többféle keretben mutathassuk be. Ilyenek például a tehetséggondozó versenyek. Mindig izgalmasak és mozgalmasak a tematikus projektnapok. A Zrínyi Gimnázium méltányos iskolai környezet megteremtésére is törekszik. Ebben hatalmas segítségünkre van az Arany János Tehetséggondozó Program több mint 2 évtizedes tapasztalata. Természetesen az ott megtanult módszerek és eljárások a gimnázium egészében hatnak. Vannak olyan érzékenyítő programjaink, amelyek az elfogadást és a társadalomba való beilleszkedést szolgálják. Ahogy korábban is volt már róla szó, büszkén vállaljuk azt, hogy az Rínyi egyik erőssége a nyelvoktatás. Ebben nem csak az évtizedes tapasztalatok segítenek, hanem a változatos formák is. A haladó csoportok a főnyelveknél, a nyelvi előkészítő vagy a kezdőszintről induló tagozatos forma. Mivel a tanulók eléggé eltérő szinten érkeznek az általános iskolából, ezért az úgynevezett második nyelveket sávosan, szabadon választható módon szervezzük meg. Természetesen a kommunikatív nyelvoktatás segítik, már ha működnek, nemzetközi kapcsolataink. Reméljük,
hogy a világjárvány múltával újra útra kelhetünk. Örömmel elemezzük tanulmányi mutatóinkat, de nem szeretnénk lemondani a személyiség harmonikus fejlesztéséről sem. Fontos, hogy minél több inger érje diákjainkat, akár tanórákon, akár a tanórán kívüli tevékenységek során. Mindenkinek a hasznára válik, ha minél több dologban próbálhatja ki magát. Az egyoldalú leterhelést oldhatja művészeti nevelésünk. Akik a dráma iránt érdeklődnek, az IGZO pódiumban próbálhatják ki magukat, képzőművészeink pedig a Zrínyis Galéria kiállításai mutatkozhatnak be. De szeretném kiemelni népdalkörünk sikereit és táncosaink ügyességét is. Kollégistáink Nyíregyháza és a megye íróival, alkotó személyiségeivel találkozhatnak a kollégiumi estéken. Nyitott iskolaként hiszünk a tantermen kívüli tapasztalatszerzés és tanulás lehetőségeiben. Ezért évről évre építjük és mélyítjük kapcsolatrendszerünket. Tájékozódásunk a munkavilága felé megkönnyítheti a pályorientációt, illetve növelheti az önismeretet is. A későbbi értelmiségi lét megalapozása érdekében gyakran hívunk vendégeket, művészeket, alkotókat. A velük való személyes találkozás olykor egy egész életre kihathat. Egyetlen törekvésünket sem tudnánk megvalósítani, ha nem élnénk partneri viszonyban a kedves szülőkkel és a diákokkal. A szülői szervezet együttműködő, tőlük nagyon sok segítséget kapunk. Diákönkormányzatunk kreativitása pedig azt gondolom várra szerte közismert. A pedagógusok, diákok és szülők együttműködésének köszönhető, hogy az ideérkezőkre tartalmas és szép diákévek válnak. Várunk téged is szeretettel és friss információkért, kövesd az Zrínyi oldalait. Köszönöm a figyelmet!